Módszertani hétre várják a nyelvszakos tanárokat a Jeddik iskolába. Ahogy az lenni szokott, a programsorozat a Győri Szakképzési Centrum és a 6-os és Társa Nyelviskola szervezésében valósul meg. Hétfőn nyitották meg, és egészen csütörtökig tart a workshopokkal, előadásokkal teletűzdelt tartalmas hét. A workshopok között vannak angol és német nyelvűek, de természetesen magyar nyelvűek is. 120 kolléga regisztrált, a mai nap 100 kollégát várunk, és az azt jelenti, hogy ez a 120 kolléga 17 workshopon tud részt venni, tehát 350 workshop regisztrációval van dolgunk a hétre, aminek természetesen nagyon örülünk, és reményeink szerint nagyon sok ötletet tudnak hazavinni magukkal a kollégák, hogy az új tanévet lendülettel tudják kezdeni. Augusztus 1-én egyesült a Győri Műszaki és Szolgáltatási Szakképzési Centrum, így most már Győri Szakképzési Centrumként találkozhatunk vele. A változás több mindent hoz magával, a nyelvtanulásra például még nagyobb hangsúly helyeződik. Augusztus 1-től kezdve a két centrum egyesült, és most már közös erővel Győri Szakképzési Centrum néven folytatjuk a munkát, így most már immáron 16 iskola tartozik a szakképzési centrum irányítása alá, és az eddigiekhez hasonlóan most is kiemelt szerepet kap az idegen nyelv oktatása, hiszen gondoljuk, hogy ezek ennélkül a kompetencia nélkül, ennélkül a tudás nélkül nem lehet boldogulni, plusz hát mindenki tudja, hogy az idei tanévtől kezdve a felsőoktatásban való bejutásnak a feltétele is lesz a középfokú nyelvvizsga. És ugye a szakképzés 4.0 koncepció, amit hát már a kormány elfogadott, és aminek jegyében már ezt a tanévet megkezdjük, az is azt várja tőlünk, hogy a szakképzés, azon belül is a szakgimnázium egyenes utat jelenthessen a felsőoktatás felé, a szakirányú felsőoktatás felé, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a tanulóknak nyelvvizsgája legyen, a tanulóknak használható nyelvtudása legyen. 2020-tól tehát legalább középfokú nyelvvizsgával lehet felvételt nyerni felsőoktatási intézménybe. Ez nem csak a diákoknak, a tanároknak is egy új kihívás lesz, mondta Hatos Hajnalka. A nyelvtanárokra óriási teher nehezedik, azt gondolom, hiszen a középfokú oktatás kereteik között kell azt megoldani, hogy egy emelt szintű nyelvi érettségivel hagyják el a gyerekek az iskolapadot, vagy egy középfokú nyelvvizsgával, ami azt gondolom, hogy nem könnyű, főleg azért is, mert az általános iskola és a középfokú oktatás között nincs mindig összhang. Tehát ez egy megoldandó probléma, azt gondoljuk. Tehát a nyelvvizsga, illetve az emelt szintű érettségi jelent nagy kihívást, valamint az is, hogy egyre nagyobbak az egyéni különbségek a nyelvtanítás területén az egyes tanulók között. Ugye sok a diszes tanuló, és a csütörtök aki workshopunkon fogunk erről is beszélni, hogy hogyan lehet ezeket a nehéz tanulási nehézségekkel küzdő diákokat tanítani, hogyan lehet elérni azt, hogy a nyelvi gátlásaiktól, szorongásaiktól megszabaduljanak. Egy másik érdekes változás is történt az elmúlt évekhez képest, ugyanis idén többen felvételiztek a szakképzési rendszerbe, mint a gimnáziumok általános tagozatára. Ez pedig komoly eredmény, hangsúlyozta a kancellár. Évek óta próbáljuk ezt kommunikálni, azt gondolom minden szinten kollégáinkkal együtt, hogy a szakképzés nem csak arra jó, hogy konkrétan egy szakképesítéshez jusson a diák, amikor végez és a munkaerőpiacon boldogulhasson, hanem nagyon jó alap a továbbtanuláshoz is, az egyetemi felvételihez is, és azt gondolom, hogy egyre többen, akik már tudják általános iskola végén, hogy a felsőfokú szakképzésben vagy a felsőoktatásban mely területen akarnak tovább tanulni, akkor próbálnak szakirányú, szakgimnáziumi képzésekre jelentkezni, és ezt egyébként az egyetemek is nagy örömmel fogadják. Hétfőn tehát elindult a programsorozat workshopokkal, módszertani témákkal, aktuális kérdésekkel. Híradónk pedig a szerdai nagyszabású fórumról is beszámol majd.